Szia! Szia! Jaj, nagy baj van, Bea, nagyon nagy baj van. Mi van? Jaj, Bea, nagyon nagy baj van. Bea eltört a fénykép darabokra. Eltört a ki? Nem, Gergő kiejtette a keziből. Gergő? Igen. Az Gergőnek honnan lesz 10 milliója, hogy odaadja a képé a pénzt? Ha? A Gergőnek honnan? Hát hogy nyúladj olyan képhez, akinek nincs hozzá a köze? A Gergő minek nyúlkolt a mi képünkhöz, ha? A Gergőnek mi közi volt, oda be elmondott? Ja, most van egy kiába, örülök, hogy hazaértem Pestről. Örülsz, hogy hazaérsz? Örülök, hogy hazaértem Pestről, a síras van, a síras görcsöge. Ezért ilyen görcseim vannak, eltört a kép, basszus. Eltört. Most elvittem a restaurálhoz, bevittem a bankba, hogy csinálják meg. Bankba? Hát ott csinálja. A bankba? Ha igen, a bankba. A bankba ki a franc foglalkozik azzal, hogy a képet restaurálja? Ott van egy cég a bankon belül, ahova beszoktak tenni a szépboszt, ott van egy cég, aki restaurál ilyen nagyértékű festményeket. Bevittem, azt mondtak, 3 hét múlva lesz kész, mondjam az összeget. Akkor az Gergő fizeti. Akkor azt, akkor a kutya legyek, azt, ahol nekünk ma pénzünket nincs rá. Kettő, amit más eltörtne, mindegy, te mindenféle pancseréket összeszedjél. Összedörtek én. Ha most akkor elmondtad ma 20-szor, most ezzel jobb, hogy ott vagyok? Menjél ma fel, azt takard be a fejedet. Nem akarom ezt hallgatni. 10 millió forintról van szó. Jó van az. Adjam már valami nyugtatót, vagy mit tudom én, valamit adjam már. Mit adjak? Ne s*** nyilván velem. Nem, senki nem törődik. Senki. Na, gyere, menjél fel aludni. Elég. Adjam még ételjét. Lupikam, Peti John, gyere. Adjam még ételjét. Erőszakból sírsz. Hogy odajött volna, hogy főzök egy forró teát, vagy nyugodj le, vagy valami, ha? Mondta magáit. Adja, mindenki adjon békén, lefekszek aludni. Lefekszek aludni. Jó napot! Szia, Bea! Szia! Győzi? Alszik. Alszik? Felment, pihen. Mikor? Hát előbb. Vagy baj van? No? Kéne az embereknek a fizetés. Most én ebben nem tudok neked segíteni. De tényleg? Nem lehet felkölteni sehogy? Hát... Nem az emberek kiabalnak, veszekednek, engemet nyüstölnek, hogy kérjen már, mert kell nekik mindenféleképpen a pénz. Hát akkor már szólok Győzőnek. Valahogy kapja a hajába neki. Na mi a baj, fiú? Gyere, mama, mióta üzengetek? Mi a baj, Ferike, mi a probléma? Az a pillanat, hogy légy szíves, az embereket rendezd ki, mert nem dolgoznak úgy, ahogy kéne, jó? Meg de Emil, de várja, hagyd mondjam el, ne vágja a macamamba, hagyd mondjam el. Ki kell őket rendezni, hogy rendesen felbírják menni az ütemet a mellé. Mert kéne nekik a gázsi, amivel... Emil, én most pihenek, mert sajnos... Na ez a baj, hogy probléma mi van, családi probléma van nálunk, nem mondom el, Emil. Engem... Hát de Emil, mindenki ki lesz fizetve, most hagyjatok már. Este 8 órakor mindenki ki lesz fizetve. Mi van, zavaros a fejem, Emil, mióta van a mocskos raklival volta, nem tért a pirenc. Hagyjatok, Emil. Miért rogtok, miért idegesítitek a fülkőt? Hát figyelj, Imazsolt, elmondom neki, hogy mi a probléma, az a probléma, emberek egy kérdezik. Ki lesztek estére fizetve, nyugodjatok már. Mióta van a mocskos raklival volt, azóta meg van bolondulva. Nem, hogy zavarolok. A bátyámnak adok egy kis pénzt oda, mert nem kell morogni, mert eddig is megkaptam nem, a pénzt. Nem, én nem morogom. Mindenki megkapta a pénzt. Eladtam a birkalkot, mennyi pénzre van szükség? Hát már mindjárt kiszámolom, de megkapja. Van nálam 50 ezer elég? De majd, de várjatok már, majd mindig fizetem. Mióta megkaptad a fizetést? 50 ezer, ha nem Leoncionnal dolgoznak. Itt a morgásról nincsen szó, itt dolgozzatok, teljesítsetek. Most nem mondjátok, hogy beszétvereti a garázs. Mi? Ha. Hello! Most ki lesz verve a garázs? Ajtó lesz benne, nem? Azért. Most ezt nem mondod, Emil, hogy... Hát de várjam a szeműből, ki engedte meg, hogy ki lesz verve a garázs? A gyerekek szétveritek a garázst. Leállni! Álljál már, én parancsolgassam, ma otthon parancsolgass. Na, gyere ma! Adjon neki pénzt. Ki engedte meg, hogy a garázs szétverve? Hát én nem. Gyere ma, olyan nézd, hogy a garázs? Hát kiverik a garázst, gyere ma oda, két most engedsz. Jaj, hogy ajtó legyen ott, persze. Hát az építkezés ügyeibe annyira folyok bele, hogy hát ugye én találtam ki. Történetesen én kezdtem el, és szeretném én is véghez vinni. Azt beszélgettük, hogy oda lesz ugye betéve majd az a szauna, ami régen volt. A szauna kint lesz berakva.
De most minek vereted ki a kész terméket? Szétvereted a kézgarázs? Te csináltad ezt a kontyot ide? Ne piszkáld ma a főnök asszon, te mi? Most miért piszkáld a főnök asszon, te? Gyerekek! Gondolkodjál ma! Ezt nem bírom mindenkinek. Ami itt van, én megyek el itt forró. Ezt addig csak megyek el, hagylak itt! Engem nem érdekel! De Béla, ne haragudjam, ha kivereted a garázsnak az ajtaját! Ez ma gyerekek, nem mindennapos. Ha most szembesülök azzal, hogy te szétvereted a garázs. Itt is ki kell lásni a kápolnának, ami ki van rakva én. Jó van. De most egyszer kiraktaltok, hogy hát van. Hát csak itt a két fehér csiket. Ide lesz a kápolna, ez nagyon szép lesz. Ide lesz a kápolna én. Én miért? Figyelj, már azt hagyja, zárt lesz, vagy be lehet már jönni? Majd ilyen belenni nem jöhet, vagy itt lesznek az iszi. De tudjátok, hogy mi történt? Képbe vagytok ma? Mi van? Azt, hogy Turcsik Gergő elesett a képes darabokra, tört a 10 fotós képet? Nem mondott semmi. Azért vagy te ilyen zavarodott. Szerinted? Úgyhogy jó kart csináltál nekem, ide került volna, beszereltettem volna rá a riasztót, te vitted el a képet. Most is az életemben csinálta egy kart. Mit ne haragudjunk már? De ellopta a képet. Egyébként meg beszéljünk már, hogy honnan volt kulcsod a pesti ház? Elvitted a képet? Hát én tudtam volna, hogy a kép ide megy, ilyen szent helyre megy, itt a lelkem. Nézd meg, még az eső is esik ki, mert hazudsz. Kellemetlen helyzetben voltam, mert ha ő ezt előre elmondja nekem, hogy a képet oda akarja betenni, hát akkor minden nap találkozok én is a képpel, átmegyek. De én nekem egy szóval nem említette, se ő, se Bea. Bea kocsit akart venni belőle. De mindenki mondott mindent, csak azt nem mondta, hogy Zsoltinak adunk belőle ennyit. Egyet még mondjam én nekem, hogy mentél be, honnan volt kulcsod? Nem tettad ide van a kulcsot? Mikor adtam ide kulcsot, nem adtam! Hát hogy mentél le a kulcsot? Jóban vagy, Lavaj Beával! Lavaj Beával, semmi közöm. Rendes, tisztességes asszony. Védi! Kezemben erős paprikát, hölgyei halászlét főztél, basszus. Igen? Te, gyere ma, Atléci, nagyon jó halászlét főztem, gyere enni! Jó, mikor nem menjek? Most, azonnal, gyere! Ma ott is vagyok! Hello! Hello! Na, már adok én neked. Ma ott is vagyok! Hát ez nagyon nagy. És hogy szeretitek ti a hasatokat hallott? Te is, Zsolt is, apad is, amikor... Apad, akkor kiaba, amikor éhez. Gyerekkorunkban tudom, hogy éheztünk. Amara jöttünk Ménnivel. Mi nem nagy családból szalmasz, látsz, hogy most jó megy. Amikor anyad eljár Zserivel, meg ide-oda, azt apad éhes, akkor elkezd kiabalni. De Bea, mi gyerekkorunkban éheztünk. Egy nem volt annyi kaja, ami nektek. Most mit tagadjuk? Nekünk se volt sok kaja. Egy nem volt karácsokon szentesténk, meg jó étel. Mi örülünk, hogy volt kaja. Most meg hála Istennek, egyem kell szívit neki, van étel. De a halászlét, anyukam, én nem tudom, hogy csinálod, de... Hát, tűzhelyen, normál módon. Ez a sima Szeged. Vagyok, kész van a halászlem! Kész! Jó, ide jó! Ma telepre akartam kimenni, visszafordultak. Az jó! Szevasztok! Szevasztok, így a teszek tarnyét! Sinyom tényleg halászlé van? Szia! Azt a kutya művén. Foglalj helyet! Ez jó! Jaj, de finom, ez jó ez a halászlé. Ez ma jó! Na. Ez ma teljesen jó. Ide üljél. Én ide szeretnék. Jó, mindig főnök. Lavaj be, gyere majd picikét. És szerintem Lavaj be, benne volt abban, hogy a képet elcapcarolszak. Mert szerintem ebből Lavaj be is kapott pár ezer forintot. Hogy jutott be a testvérem a lakásba? Én azt de a képet hogy tudta elvinni, hogyha megmondtuk, hogy onnan senki nem mozdít. Akkor most légy szíves, nézzél Lavaj be annak a szemébe. Na. Bea, kucs volt a kezemben? Úgy szóval, volt a kezem. Mert te nem lettél volna takarítva, mint bementem volna, azt is mondja, de véletlenül ott voltam, megkaptam, meg bizarr, takarítottam. Igen, és akkor én mondtam neked, vidd el a képet, elviheted a képet, azt mit mondtam? Azt ne vigyem el a képet. Imádlak, tisztelek, de te le vagy fizetve. Nem vagyok, akkor már a szemem fusson ki. Bea, oké, rendben van, le vagy fizetve, vagy pedig pénzzel Zsolti tőzre. A papulához nem. Nem, hát engem... Nincs mennyi pénzt kapta Zsolt? Semmi. Egy finítem a képet. Bea, akkor most még egy... Bea, mi? Zsolti, Bea, ne hazudjál nekem! Zsolti, de ne hazudjál ma! Azért én látszemében vett a házba is. Itt nem okoskodol. Bea, szépen, ott volt, végeztem. Bea, mennyi pénzt kapta a képet? De jó, ma erről akadjál legyőző erről a témára. Én nem vagyok lefizetve. Én eljövök ide is, elnézem a munkámat, Adria Mélyar, Pét, adadod, én elmegyek. Addig még érdekes módon semmi nem tűnt el a kép kivételével, mikor Lavaj Bea meg volt bízva. Én meg Lavaj Bea semmiféle képen nem kötök vele semmilyen szövetséget, semmilyen közös nevező nem tudok vele jutni. Minek felezzek, minek dobjak még neki 10%-ot, 20-at, esetleg 40-et, mikor saját kulcsom van. Megyek, beteszem a kulcsot az arra, befordítom, azt megyek befele. Mi az előtted a képet? Bemegy a házba? Hát, ajj, ma még úgy hagytam, hogy a baj, csak áj. Jó, oké.
Rendben van, lavaj be, menj és csináld a dolgodat, csodítam, hogy menjél haza. Oké. Ezt tudod, te menjél haza, te menjél haza. Való, tanuljam a kúgyat. Olyan vagy, mint a birkózóka, fél vagy akadva. Hagy legyek. Kondizdíjon. Hol vannak azok a pancsér haverjaid, azok a artistok? De újra magasztogatok! Nem lopnak tőlem! Ijj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 j
kapok no. Ideig! Itt van-e? Jaj, hore! Bele megy a halászléba, citromok! Citromok, a magyar, akkor is a miénk! Magyar halászlé, bajaink! A szegedi!